tényleg meg akartam kérdezni, mi a helyzet Wokon Girl ügyben, tehát reménytelen a visszatérésük. Most látom, hogy a PDC-nél a biztonsági emberek is ugyanazok, az a rossz arcú fickó mindig követi őket. Melyik rossz arcú, a jobb oldalira gondolsz? Aki... A fekete ruhás. Majd megmutatom a következőt. Jó. Nagyon nagy arc egyébként. Igen? Élőben, igen. Nagyon jó fejek a biztonsági örök, csak határozottak. Tehát ha valaki nézőként kotorászik, nyúlkál, megfogdossa a játékos kezét úgy, ahogy azt nem szabadna, akkor nagyon határozottak. De egyébként tök normálisak, és mindenkivel rendesek. Ami a dolguk, azt maximálisan profin csinálják, de hát ezért vannak. Na de saját veszély. Itt érdekel. Jó, oké, rendben. Szigorú arc. De minek veszélyek, a Wokogirl nincsenek. Sajnos, és nem is lesznek, szerintem. Hát szerinted most, hogy Raikkonent megint betámadták egy szexuális zaklatással, ugye azért mondom, hogy ezek azok a... Most már Morgan Freeman is zaklat mindenki. Azért mondom, hogy ezek után szerintem kizárt, hogy visszahozzák a hölgyeket, mert... 180! Táptalajt adnak ezeknek a vádaskodásoknak, és ezt meg el fogják kerülni. Hova jutott a világ, na mindegy, ez az én véleményem. Hát így van, ez, sajnos ezzel én sem nagyon tudok azonosulni, mert én szerintem ezt meg lehet normálisan oldani enélkül, de hát amíg lesznek olyan... Csak azt nem értem, hogy akit zaklattak, miért nem akkor szól? Félreértés ne essék, létező dologról beszélünk, tehát van ilyen, csak hát... Oda néz! 180! 40. Ja, 100! Minusz 40, bocsánat, mert ott is emelték. A nézők már nagyon örültek, de nem látszott rendesen, de az kicsit fölötte volt. Szóval egy létező dologról beszélünk, csak azért azt ne felejtsük el, hogy általában ezeket a híres embereket úgy szokták betámadni tényleg, hogy 8 évvel ezelőtt ez is ez történt. Tehát ez nyilván azért ennek sajnos egy bizonyos százaléka haszonszerzésből vagy hírnévért zajlik, és ezt akarják szerintem teljes mértékben kiküszöbölni ezeknél a profi szervezeteknél, mint a Forma 1 vagy pedig akár a PDC is. Hát aki Wokon Girlöket szeretne látni, az egyelőre nézzen PDC Europe versenyt. Sajnos nem tudok mást mondani rá, ott még vannak, de hát az is lehet, hogy csak idő kérdése. Na de ott miért lehet? Mert az még ott engedik, mert az nem tévés közvetítés, hanem internetes tévé. Hát nem a Sky Sport, és nem egy, tehát nem a világ televíziói, hanem az internet közvetítés. Az... Na jó, mindegy. Mindegy is így van. Én is azt gondolom. Elsőre nincs meg Csisznának, másodikra viszont, mikor váltani kellett dupla tízre, akkor megoldja, és gyorsan be is húzza az első leget. Saját kezdését nyerte meg. A Lim dob egy triplát. 100-as. Csak 85, de nem áll rosszul Lim. Egyelőre tartja a kezdésből származó előnyét a szingapúri. Nem ártott ez a tripla 20 a teljesítményéhez. 2.16-nál tart, Csisznának nem jön egyelőre tripla, lent kijött a 19-es mezőben. Na nézzük, Lim leviszi-e kiszállóra, és ha leviszi, milyen kiszállóra? Zúg a Szingapúr biztatása nézőtérről, 116-os kiszállója van. Nagyon jó! 180! Szép nyomás helyezett Harit Limre. A legjobbkor dobta ezt most Csisznál. Igen. Mi ott a helyzet? Ez egy szektorhiba. Mi ott a helyzet? Igen. 44. Na, Csisznál.
Meg kell, hogy csinálja. Megvan meg a tripla. Is van bizony. Dupla 12. A 2-0-áért. És nem dobja meg. Na nézzük, Haritlim 72-re mit dob. Megvan a 48, neki is a dupla 12 a játék. Ő is ugyanazt dobja gyakorlatilag, egyet kívülről, egyet belülről, de nem bele. Húha, és így nem lesz meg. Nem ám bizony, és hagy magának egy remek kettőt. Megint egy esély Limnek. Kívülről. Ez jó, egy-egy. Dobja, egy-egy. Köszönheti Csisznának. Remek kezdés bizony. Jó kezdés Halit Limtől. Megyeget Csizi után. 83. Aj, elvitte a szél. De viszont a második kettő, vagy a másik kettő, ez Vátteli találat. Teljesen együtt. Csisna megpróbál ráerősíteni. 98. Ennél akár nagyobbat is dobhat Lim. Két tripla kellett volna a kiszállóhoz. 60. Semmit sem ott nem kiszálló. De Csisna viszont először dobhat rá. Egy szektorhiba. Húha! Ez nagyon harmatos. Most, hogyha dob egy nagyot Lim, sokkal kedvezőbb kiszállója lehet. És ott van a tripla, és dob-e még egyet? Százas, maradt a 120. Egy triplás, ez meg két triplás, vagy bullos. Az megvan. Most vagy a bull, vagy a 42. Az megvan, is megvan. A 42. Gyönyörű, gyönyörű volt, 142. Megcsinálta Csisznál, nem adott lehetőséget Limnek. Egy tapsoló szőr. De igazándiból ez a saját kezdése volt, tehát ezt hoznia kellett. Mindenképpen. Kellen a tripla, megvan. Sokan egyébként azért is keresgélik az angol csapatban Smith-t, mert Csizinek mostanában ugye nem élete formája zajlik, és féltették az angol csapatot. Úgyhogy most ezzel a, ez nem csak itt Magyarországon merült föl természetesen, hanem nyilván a világban számos más helyen is, de én azt gondolom, hogy ő sem egy rossz játékos, tehát jól áll Lim. Még mindig azt gondolom, hogy Harit Limnél jobbnak kell lennie, és akkor jöhetne egy páros összecsapás. Lim levieti kiszállóra, izzad Csizi rendesen, és nagyon jó kezd, tripla ússzal. 161, azaz kiszállón. Nem jön a tripla. Másodikra jön. Kellene egy... de nem az egyesbe. És nincs kiszállón Csisznát, tehát nem üldözi a tatár Limet. Kerekíthet szépen. 60, hát azért olyan jelentős mértékben nem tudott. 101 marad. Kérdés, eljut-e kiszállóra Csisznál? Megint egy szektor tévesztés. Ezzel leviszi 188-ra, de ez még mindig nem kiszálló. Az nagyon jó az a tripla, és megcsinálja Lim, 2-2. Hihetetlen. Paul Lim meg hogy nevet?
Remek kezdés Csisznától. Mindenki nyeri a sajátját. Ez összességében, hogyha ez a trend marad, ez Limnek kedvezhet. Száz. Nem tudta követni, lekövetni Csisznál dobásának az értékét Lim. És Csisznál most nagyon-nagyon ráerősít. 180! Tehát ez a kötelező az angolnak, hogy ez behúzza. Igen, de itt Lim sem rossz. Százas! 301-nél tart Csisznál, 187-nél. Csisznál most egy nagyon jó pozíciót biztosíthat magának, ha tud kiszállóra, ezzel nem. 98,2 Csizi átlaga most, és 93,4 Harit Limé. Ez meg egy nagyon kényelmetlen pozíció. 142, ezt ugye már megoldotta ezen a meccsen. Kéne a 140 Harit Limnek, ez már nem lesz kiszálló, igen. Tehát csak egy szerény 60-as. ...86-nál van Csisznál, Lim nincs kiszállón. Most már valószínűleg kiszállóra jut, persze, ha nem... valószínűleg nem biztos. Sőt, ebből nem lesz így. De! Azért csak leküzdötte magát 160-ra. Csisznál kidobja a triplát, dupla 16-ra két nyíl, dupla 8-ra kell váltania, de nem tudja megoldani. 160-as kiszállója Limnek. Ez nagy bravúr lenne. Megdobja az első triplát. Az nincs meg. A másodikat hova dobta? Igen. Csisznál nem szórakozhat. Meg kell, hogy csinálja. Közönség zavarja áttérből. Elsőre nincs meg. Másodikra igen. Vezet 3-2-re. Itt pedig cross. Nagyon szabad. A melegítő már nagyon akar páros játszani. Szeretnék kijavítani az egyéni mérkőzésen elszenvedett vereségét. Ja, nem, bocsánat, mert a Csisznának fog kedvezni, hogyha most Limbe húzza a sajátját. Mármint abból az értelemben, hogy mindenki nyeri a saját legét. Hát a Csisznának azt kedvezne, ha most ő nyert, mert akkor mehet a páros összecsapás. És a 43-as kezdés az bizony nem is volt túl jó Harit Limtől. Nincs tripla, nagyon fölötte van. Lehet azt mondani, hogy mindenki ugye arra gondolt, hogy Harit Lim 104. könnyű préda lesz Csizinek, és majd a páros, de láthatóan azért ezzel is jól meg kell szenvednie az angoloknak, és bizony Csizinek van gondja bőven. Hát egy biztos, hogyha a szingapúriak legyőznek az angolokat, akkor ez lenne a World Cup of Dart legnagyobb meglepetése eddig. Igen, mert ugye az, hogy párosban legyőzték Skóciát, ugye látva a körülményeket, meglepetés volt, de mégsem akkora, mint hogy most esetleg adott körülmények között két egyéni meccset behúzva győznék le. Egy hiba. Az sincs benne a triplában. Ezért kár, mert ez csak 45. Csisznál most lemegy minden valószínűség szerint kiszállóra. Méghozzá egy nagyon kedvező 80-as kiszállóra. Na most egy jó 140-180 Harit Limtől, és már is Csizinek motoszkált a fejébe, de így nem. Így nem, és na, még egy tripla. Ott van. Na, hát azért az nem olyan rossz szám. Lejjebb van, mint Csizi. Igaz, ő kezdett, de ki kell szállni a Csisználnak. Tripla egy! Triplát kell dobni a Csisználnak a kiszállóhoz.
és ne dob egy hetes. Szektor tévesztett. Massza mindegy, 20 pontot dobott, 3 nyilla. Na ez a Chizzy-nek a nagy baja. Szenvedni szokott néha a kiszálló környékén. A tripla nincs meg. És a dupla 16! Oh, azt a mindenit! 3-3 hát, helyett bizony. Lehet, hogy 4-2 lesz. Óriási lehetőség volt pedig. Két nyíl dupla 20-ra. Két meccs nyíl. Nincs az első meg. Nincs meg. A második igen. Jöhet a páros. Tól limet tehát még látjuk. Há, igen, ez volt, most hiszem, jelzés, igen. Sisztán. Azt hiszem, volt itt probléma. Kirk Bevins is egy-két baráti szóval, de most úgy látom, le kell vonulniuk, ugye, hogy a páros meccshez majd bejöjjenek. Hát akkor eldönt, hát ez izgalmas. Biztos, hogy lesz döntő összecsapás, már mint egy harmadik meccs. Igen, egyébként hajszál pontosan 89-89-7, ez volt a két átlag. Chizzy 2 tizeddel verte Harit Limet. Szóval elég kiegyensúlyozott kis csata volt. Benne volt a pakliban Harit Lim esetleges egyenlítése is, de hát így alakult most.